Sziasztok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit a 2023-as Fishing on Orfű Fesztiválon. Mi vagyunk a Side Duo. Ez a nevünkből van összerakva Simon András és Demeter László. Side, aha. Mármint, hogyha side lenne, de igazából Side. Very vicces. És azért jöttünk el ma hozzátok, hogy egy kicsit ilyen a felvezetőből is látható könnyed hangulatban meséljünk nektek egy kicsit az ütőhangszerekről, mert mi klasszikus ütőhangszeres előadó művészek vagyunk. Hello. És elhoztunk egy-két hangszert, ez nem sok, mert amúgy végtelenül sok hangszeren játszunk. Itt láthattok a színpadon nektek bal oldalra fémből készült vibrafont, majd mesélek róla. Ez a gyönyörű rózsafa színű, de ebből a profilból igazából ez is fémnek látszik, de ez fa. Ez egy marimba, nem xilofon, de majd elmesélem a különbséget. És itt elől pedig egy csodálatos kis dob van, ez az enyém. És most először is játszottunk nektek egy csodálatos szép szignált, ez a Porgy és Bess című operának a nyitányának a kis kezdő nyitánya volt. Ezt gondoltam, hogy a kis röpke koncertnek a röpke bevezetéséhez talán jól passzol. És most egy olyan kis dob darabot fogok nektek játszani, ami abból a szempontból egy érdekes kompozíció, hogy eléggé feszegeti a határait tulajdonképpen a dobolásnak. Hogyha hallottatok már embereket a dobolásról beszélni, akkor általában azt szokták mondani, hogy hú, hát a dobolás az bizony az ősi, legrégebbi, először használt hangszer, ahol a ritmusokat eljátszották, és akkor a nagy kongó dobokon, meg a mindenféle dolgon, amin ritmus lehet játszani, azon az emberek elkezdtek dobolni, és akkor hú, micsoda nagy történelme van a dobolásnak. Hát ez természetesen igaz, de az irodalma maga az ütőhangszereknek az nagyon-nagyon-nagyon új. Megkockáztatom, hogy a klasszikus értelembe vett standard hangszerek közül a legújabb, mert igazából így az 1900-as évek eleje óta van, hogy az emberek kottáznak, hogy az ütősök tudjanak mit játszani. És tehát a kis dob az egy ilyen nagyon alapvető eleme ennek a hangszercsoportnak, és alapvetően ezen is a legstandardebb esetben ritmusokat játszunk, ugye? Na most természetesen most is ritmusokat fogok játszani, bármi meglepő, de van nagyon sok mindenféle eszközünk, nem csak a kis doboláshoz egyébként, de alapvetően az összes hangszer rejtelme abban rejlik, hogy milyen verővel szólaltatjuk meg, milyen ütéstechnikával, stb. Nyúlunk a hangszerhez. A pergődob, tehát pergődob, ugye csak kisdobnak hívtam, de a könnyű zenében ezt pergődobnak ismerjük. Ezt arról lehet felismerni ennek a hangját. Ez szokott lenni a 2-4, vagy a súly a pop zenében. Ugye ezt szoktátok hallani, hogy tu-tu-tu-tu-tu-tu, és akkor ez a hang van, hogy tu-tu. Ugye? Nyilván ismerős. Na, hát nem ezt fogom játszani 5 percen keresztül, hanem itt a különböző pontjain a bőrnek, ahogy verővel hozzáérek, különböző hangja van, eleve a verőnek van egy saját hangja, ezzel fog majd a darab kezdődni, az úgynevezett káva, ez a fém karika, különböző hangmagasságon szólal meg rajta a verő, stb. Lehet ütni az oldalát, lehet ütni bumsznis fejű verővel, ugye ez egy puhább hang. Mi ezeket így nevezzük el, hogy puha, meg kemény, stb. Szóval fogjátok sok szeretettel, ez egy nagyon új darab, az azt hiszem, hogy 3 éves ez a darab. Úgy van ez kitalálva nagy részt, hogy ha nem mondanám el előre, hogy ez egy szerzőnek a saját darabja, akkor ez úgy tűnne, mintha egy nagyon jól összeszedett improvizáció lenne. A darab szerzője Alexej Gerasimez, egyébként ukrán származású, de Angliában nevelkedett ütőhangszeres művész, aki egy nagyon nagy név most a szakmában, és a darab címe Asventuras, mint ugye az Adventures lenne angolul, tehát ilyen journey, nem tudom, elég nehéz ezt magyarra lefordítani, de szóval arról van szó a darabban tehát, hogy így körüljárja ugye a lehetőségeit. Úgyhogy fogadjátok sok szeretettel!
Köszönöm szépen. És a továbbiakban, tehát ez volt a kis dob, szeretném még bemutatni, illetve nem is én fogok rajta játszani, tehát Andris bemutatja a vibrafont, aminek, hát nem megyek bele a keletkezés történetébe, de az a lényeg, hogy ugye ahogy fejlődik a technológia, eleinte nyilván az ütőhangszerek, ahogy az őskorból, vagy akár honnét is, el tudjuk képzelni, amit lehetett, azt találtunk. Hát ez ahhoz képest ugye elég sok mérnöki munkán keresztül megy, hogy csak úgy megtaláltuk volna. És tehát fémből vannak a hanglapok, ez nyilván abból jött, hogy alapvetően, mint például, ahogy a marimbáról is majd lesz szó, ezeknek fából vannak a hanglapjai, a fa eltörik, mit tudom én, elhangolódik, mert a szárazság nem jó neki, a nedvesség nem jó neki, a meleg nem jó neki, a hideg nem jó neki, tehát elég válogatós. Na most a vibrafonnak a fém hanglapjai, azok csak attól hangolódnak el szerintem, hogyha az ember ide jön egy kalapáccsal, és szeretné kipróbálni. Na most ezt most nem próbáljuk ki, de amit kipróbálunk, illetve amit Andris be fog mutatni, hogy milyen érdekes az, hogy különböző fejű verőkkel az ember, ahogy ezen játszik, mind-mind egy kicsit más hangot ad ki. Játszál nekünk, Andris, egy skálát, vagy valami ilyesmit? 4 különböző verőt látok itt Andrisnál, amit használni fog. Hallgassuk. Nice. Szóval, tehát ugye nyilván a darab, amit most eljátszik Andris, ez egy Stockhausen darab lesz, Vibra Elufa a címe, majd lehet, hogy mesél egy kicsit az Andris a darabról. Ebben ezek lesznek, ezek a kis apró különbségek, ugye nem volt egy nagyon nagy hangkülönbség, tehát az egyik nem trombita hangon szólt, de ezen játszik nagyon sok darab egyébként, amilyen szempontból ez nekünk fontos, hogy legyen sokféle verünk, az, hogy a zenekar játékban, amikor egy nagyon-nagyon kicsit más hangszínre van szükség, amiatt, hogy milyen éppen az atmoszféra a zenekarban, milyen a hangszer felrakás, stb., milyen hangszeresekkel játszunk együtt, milyen akusztikában játszunk, milyen teremben játszunk, stb. Ezekhez emiatt van annyira végtelenül sok verünk, és akkor néha beszabadulnak a fantasztikus zeneszerzők az ütőhangszeres raktárba, és azt mondják, hogy ja, a vibrafont azt nem úgy játsszuk, hogy akkor levesszük a vibrafonverőt a polcról, mint a hegedű vonót levesszük a polcról. Ugye esetleg, hogyha valaki gitározik, közületek, van esetleg valaki, aki csak így gyorsan közbevetem, aki bármilyen hangszeren játszik. A praktikus az a gitár lenne. Gitár, bárki? Nice. Oké. Okay. Fúvós hangszerek. Nincs. Van azért fúvós hangszer. Oké, tehát a fúvós hangszereknél, na, menjünk a gitárt mindenki érti. A jazz gitárosok nyilván egy tök más pengetővel játszanak, nyilván ők egy puhább verő pengetővel játszanak, mint a, nem tudom, black metal-t játszó gitárosok, mert egyszerűen másra van szükség. Na most ez valójában a különbség a vibrafon verők között is. Bocsánat, hogy ennyire el kanászottam ebben a témakörben. Andrisnak egy kicsit odaadjuk a mikrofont, hát ha megoszt velünk valamit a Vibra Elufával kapcsolatban Stockhausen. Én csak a darabról beszélnék egy kicsit, mert valószínűleg kicsit furcsa lesz így első hallásra. Egyébként ez a darab első formájában Stockhausennek egy operájában jelenik meg, ahol főleg basszusklarinét és fúvola játsszák, és a történet szerint ez két angyalnak a párbeszéde, amit később a zeneszerző hát egy vibrafon darabbal komponált. És igazából az előző kis dobdarabhoz hasonlóan szerintem sikerült a zeneszerzőnek nagyjából a vibrafonnak minden adottságát kihasználva létrehozni ezt a darabot. Karlheinz Stockhausen, Vibra Elufa. Hallgassátok sok szeretettel.
A következő darab pedig marimbán fog elhangzani. Tehát, hogyha bárki volt már mondjuk klasszikus zenei koncerten, egy nem a legegyszerűbbeken mondjuk, akkor láthatott egy ehhez nagyon hasonló hangszert ott hátul az ütősöknél. Az nem ez volt, hanem az a xilofon. A xilofon egyébként sokkal-sokkal régebbi, nem tudom megmondani, hogy mennyivel, de szóval sokkal régebbi, mint a marimba. A ragtime stílusban ugye egy nagyon, nagyon fontos szerepet játszó hangszer a xilofon. A zenekari létben is valójában az első számú dallamhangszer nagyjából, ami belép az ilyen ritmus hangszerek mellett, timpani, kis dob, nagy dob, stb. És ez a hangszer, ez valójában elsősorban azért annyira népszerű, mert ez egy nagyon népszerű hangszer egyébként a mi köreinkben, mert az 1900-as évek elején, 20-as, 30-as években volt egy nagy virtuóz zeneszerző, ütőhangszeres, aztán nyilván később karmester is lett, stb. És az ő munkássága nagyon annyira fontos, hogy ezért szerettem volna mindenképpen az egyik darabját eljátszani. Claire Omar Masser, egy amerikai zeneszerző, ütőhangszeres, vezénylő ember, hogy hívják ezt, karmester, és ő egy akkora marimba virtuóz volt, és egyébként akkor ő ment annyira utána ennek a hangszernek a fejlődésének, mint műszaki szempontból, hogy valóban akkor ezek legyenek sorozatgyártásba. Később aztán, amikor úgy nagyjából körvonalazódott maga a hangszernek az egyszerűsödése, ugye, mert eleinte, ahogy egy technikailag fejlődik valami, egyre bonyolultabb lesz, aztán le kell egy kicsit tisztítani. És ahogy ez így még az ő élete során szerencsére megtörtént, már az élete későbbi szakaszában, amikor már nem játszott, hanem alapított egy zenekart, egy marimba zenekart, amiben ez most egy 4 oktávos verzió, tehát nagyjából ugye az ének lágje, tehát az ének hangmagasságot tudja nagyjából vissza adni, akinek amilyen hangja van, ugye, de tehát ez a 4 oktávos verzió, egy nagyon standarden elterjedt verziója már ennek a hangszernek, az 5 oktávos verzió, ami még 1 oktávval rendelkezik lefelé a hangterjedelemben, de az ő marimba zenekarában ez még fölfelé és még lefelé ki volt toldva, hatalmas, tehát hogy akkorák voltak egy hanglapok a basszus oldalon nyilván, mint ennek a hangszernek a teljes terjedelme, ugye, és itt meg 2 szisztémában vannak a hanglapok. Tehát az ő munkássága ebből a szempontból nagyon fontos volt ennek a hangszernek az elterjedésében, és egy remek tanár is volt nyilván, aki átadta a tudását, és hatalmas létszámú osztályokat tanított marimbázni, amitől nyilván azok az emberek aztán milyen jól megtanultak marimbázni, elkezdték tanítani a még fiatalabb generációt, stb. És most ott tartunk, hogy talán ez az ütős szóló irodalomnak talán ez a legkedveltebb hangszere, legalábbis az előadók szempontjából, és ez egy nagyon standard hangszer. Ugye azért érdekes eleve ez az 5 oktávos méret, meg aztán majd a verő kapcsán is mondok valamit, mert ezen már megvalósíthatóak olyan ötletek, amik nem... Ugye amivel kezdtünk, az egy eléggé két személyes dolog volt. Tehát ott nagyon, ha láttatok, Andris egy kíséret dolgot játszott, én pedig abszolút egy szólót játszottam. Tehát ott én voltam egy dallam, marimba volt egy dallam, és kellett egy másik hangszer külön, ami eljátsza a kíséret szólamokat. Aztán ahogy Andris is most volt olyan, hogy egy kezébe több verőt fogott, ezt 4 verőzésnek hívjuk, mert ugye mindkét kézzel egyszerre, és ez a 4 verőzés is nagyon ehhez a Masser kollégához köthető, aki kitalált egy saját fogást, a Masser fogást, ugye, és hát ez nagyon, nagyon elkezdett terjedni, és ezért Amerikában egyébként abszolút azzal a verőfogással játszanak az emberek. Hogyha figyeltitek, Andris minden esetben, amikor több verőt fogott a kezében, úgy fogta meg, hogy kereszteződött a kezében a két verőnek az útja, tehát a botok, ugye, összeértek. A Masser egy olyan verőfogást talált ki, mert ez létezett korábban egyébként, csak hát ugye nyilván nagyon keveset használták akkor még. Ő egy olyan verőfogást talált ki, ami egy kicsit kifacsartabb, kicsit
nehezebb megtanulni, de ugye a célt szolgálja, és ott nem érnek össze egyáltalán a verők, teljesen izolálva vannak egymástól. Aztán persze mindkét verőfogás később fejlődött előadók, zeneszerzők kérésére, és én nem is a master fogással játszok kifejezetten, hanem az egy-kettővel tovább fejlesztett verziójával, és mit is akartam ezzel kapcsolatban mondani? Hogy ezzel, hogy az embernek itt van négy verő a kezébe, és rendelkezésére áll egy megfelelő hangterjedelmi hangszer, így meg tudjuk oldani azt, hogy saját magunkat kvázi lekísérjük. Ugye ez nem annyira egyszerű, mint a 10 ujjas zongoránál, ahol az ember vígan elakkordozgat az egyik kézbe, és a másik kezével pedig a fürge ujjakkal, amik nagyon közel ott vannak, ugye a billentyű sorhoz eljátsza a dallamot. Most már ennek is kezd egyébként a technikai útja megvalósulni, mert aztán vannak emberek, akik feltétlenül zongoradarabokat szeretnének játszani marimbán, úgyhogy most már hamarosan az is lehetséges lesz, és hát ugye ki tudja ez hova fejlődik. Mindegy. De az abból a szempontból, ami miatt én szerettem volna ezt a darabot eljátszani, az, hogy ez egy marimbára íródott darab. Ugye szerencsénk volt ezzel a Stockhausen darabbal, mert ez valójában vibrafonra volt írva. De ugye, mint hallottuk Andristól, ez egy opera darabnak a részlete, amit aztán átírt vibrafonra szintén a szerző. Nagyon-nagyon-nagyon sok ilyen darabot játszunk, és még többet játszanánk, ha nem lenne a master, aki kitalálta, hogy majd akkor négyverőzünk orba-szájba, és majd lekísérjük saját magunkat. Úgyhogy ez egy ilyen omázs, kvázi, mondjuk a saját darabjával, úgyhogy nem most, de... Szóval emiatt szerettem volna eljátszani a masternek. Ez egy etüdje, ez egy nagyon, nagyon kis aranyos, könnyű, relatíve könnyű etüd, amiben ilyen akkordok mozognak egymáson, a tetején ott a dallam, és ez abszolút valójában a bevezetés a négyverőzésbe, ami hát ennek a masternek a nevéhez kötődik, úgyhogy... Én ezt fontosnak tartom, úgyhogy ezt szerettem volna nektek elhozni, tehát hallgassátok sok szeretettel. Köszönjük szépen, és zárásként még eljátszunk egy, valójában ez ismertnek mondható, a jazz könnyűzenébe hajló irányban. Chick Corea zongora művésznek, aki elsősorban ilyen jazz, latinos érzetű dolgokat játszott nagyon sokat. Őneki egy standardje kvázi, ami szintén ugye zongorára lett írva, és most két emberre lebontottuk a két kezet. Armando's Rumba című darabját fogjuk eljátszani,
nagyon kis aranyos dalocska, így búcsúzóul fogadjátok sok szeretettel. Thank you.